Milyen? Finom, nagyon ízes, jó, meg van füstölve is. Hát, jó itt a belseje is. Sziasztok! Ma fűrtojást fogunk füstölni. Ezt a 48 darab fűrtojást az előbb a hűtőszekrénybe vettem ki. Ezt most én be fogom áztatni 4 órára sós vízben. Előzőleg megfőtt fűrtojásra pedig találtunk egy nagyon jó receptet, amit a képernyőn megjelenő linken meg tudtok nézni. Úgyhogy tartsatok velünk ebben a videóban is, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Tehát kezdjük. Bekerültek a füstölőbe a fűrtojások, és mindjárt be fogom gyújtani a bükfát, és akkor 4 órán keresztül hideg füst majd át fogja szépen járni. Itt ezen keresztül ott van bent a bükfa. Sengalig, utána meg elalszik. Igen, el fog aludni. Elkészültünk a füstöléssel, 3 órát volt bent a tojás a füstölőbe, és ilyen szép lett, még a sárgáján is látszik. Úgyhogy lehet, hogy 4 órányi füstölés az már kicsit sok lett volna, mert így is eléggé intenzív íze van. Nagyon szép, gyönyörű. Úgyhogy most belerakom üvegekbe, némelyik mellé majd teszek lilahagymát, némelyiket meg csak így natúran sósan fogom eltenni üvegekbe. Az üvegeket természetesen kisterilizáltuk, és ezekbe rakom bele tojásokat. Így néz majd ki, és akkor ezt fogom felönteni olívaolajjal. Hát ennyi lett ez a 48 darab két tálcányi tojás. Annyi olajat kell ráönteni, hogy teljesen ellepi a tojást. Így néz ki. Úgyhogy érdemes egyszer kipróbálni. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat, és aki elkészíti, annak jó étvágyat kívánok hozzá. Ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornánkra. Sziasztok!